balesetben elhunytak és megsérültek nemzetközi emléknapja, április 28-a. Azért vagyunk itt, hogy megemlékezzünk a tavaly Magyarországon elhunyt 69 munkavállalóról, aki munkahelyi baleset során halt meg. A Liga szakszervezetek lelkes kis csapatával, aktivistáival jöttünk ki ide a keleti pályaudvar előtti térre, hajnali 5 órára, amikor még kicsi a gyalogos forgalom, hogy fel tudjuk rajzolni ezt a 69 körvonalat. Az akció szlogenje az, hogy ne lépj át rajta, és azt teszteljük, hogy az emberek átlépnek-e ezeken a fölrajzolt holttest körvonalakon, vagy megállnak-e egy percre és elgondolkodnak, hogy mi ez. Volt idős fiatal, volt, aki teljesen elzárkózott, még akkor is, hogyha látszik rajta, hogy munkába indul, és mondjuk építőiparban dolgozik, tehát teljesen bezárkóztak a saját világukba, és voltak, akik pedig érdeklődően néztek, vagy meg is köszönték, bár ez az esetek 10%-ában fordult. Tavaly előtt 58-an hunytak el munkahelyi baleset során, idén ez egy jóval magasabb szám. Mindeközben a munkahelyi ellenőrzések során a vizsgált cégek több mint 75%-ánál munkahelyi szabálytalanságokat várnak fel az ellenőrök. Ez egy nagyon magas arány. Tapasztalataink szerint a munkavédelmi ellenőrzések nagy mértékben visszaszorultak az elmúlt években. A munkahelyi felügyelők száma, munkavédelmi felügyelők száma csökkent, az ellenőrzött cégek, vállalatok száma is csökkent.